Az autóbuszok nem Horgos központjában, hanem az újra megnyitott határátkelőhöz vezető úton, a falu végén rakják ki utasaikat. Már ez is sokat könnyített a horgosiakon, mert a település központja a migránsok mellett az utánuk maradó szeméttől is megszabadult. A megnövelt rendőri létszám ellenére az emberek azért félnek az idegenektől. Lehet látni, valójában nőtt a rendőri létszám, de attól függetlenül az emberek félnek, ugyanis este nagyon-nagyon sok menekült érkezik, úgymond gyalogosan is Kanizsa felől és Szabadka felől is, akik valójában nem sokat tartózkodnak itt a központban, de azért úgymond a horgosiak félnek ezektől az emberektől. A beszélgetést csak hanggal vállaló György szerint Horgoson a migránsok pillanatnyilag a legnagyobb veszélyt a közlekedésben résztvevőkre nézve jelentik. Nagy veszélyt jelentenek, főleg a közlekedésben, az autósok, motrosok számára is, mivel járdát nem igen használják, csak az úton mennek, hogy miért, nem tudom. Egyszerűen az útról nem akarnak lemenni. A falu központjával ellentétben a buszok végállomásánál teljes a káosz. Migráns, migráns hátán és szeméthegyek mindenütt. A helyi közösség elnöke vizet osztogat a továbbindulásra várakozó tömegben. Elmondása szerint a szemetet aznap már összegyűjtötték a kommunális munkások, de ahogy elkezdett esni az eső, a migránsok kiürítették a zsákokat és esőköpenynek használták fel őket. A falu szélén élők már aludni sem tudnak a tömegtől. A nagyobb gond azonban még csak ezután várható, vélekedik az elnök. Nem hiszek abban, hogy az ország ezt meg fogja oldani, mert hogy, amint említettem is, hogy itt a Magyarország lezárja hétfőn az országhatárt a határvadász századokkal, itt senki nem fog átmenni a határon, itt 6-7 ezer ember be fog szorulni, és addig még ők nem jönnek rá arra, hogy esetleg el tudnak menni román határ felé, kétlem, hogy el fognak menni a horvát határ felé, mert a Dunát kell átmenni nekik. Stábunk eljutott a vasúti átjáron lévő határkőig. A sötétben is jól látszottak az ott várakozó emberek, akik csak a jelre várakoznak, hogy átlépjék a határvonalat. Sokan kis sátrakat emeltek a gyümölcsösök fái között. Közben újabb buszok, mikrobuszok és taxik érkeznek a gyűjtőpontra. Velük jött a szíriai Madi is, aki egyetemi tanulmányait szeretné folytatni Európában. Németországban élő két bátyjához igyekszik eljutni, de ha ez nem sikerül, Norvégia a másik lehetséges célállomás. Szerbia és Magyarország nem jöhet számításba, mert szerinte egyikben sincs jövő. In Syria, there is two big problems. The first problems and the biggest problems is the dictator who is called Bashar al-Assad. And the second problem is the terrorist groups of ISIS or Daesh. Okay, this is the biggest problems in Syria. They kill everything. A Horgosról Magyar Kanizsa felé vezető úton több kisebb-nagyobb gyalogos migráns csoporttal találkoztunk, amelyek a határ felé igyekeztek. Figyelni kellett, mert az éjszaka sötétjében csak nagyon nehezen vehetők észre az úton ballagó migránsok, ami miatt már több komoly baleset is történt.